Hát sziasztok srácok, én Sajt 32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint egy világrekordot szeretnénk megdönteni. Nem más kell csinálnunk, mint 5 perc alatt annyi fát ki kell vágnunk, amennyit csak lehet. És ebben a videóban nem mással fogok versenyezni, mint veletek srácok. Arra kérek titeket, hogyha tetszik ez a kihívás, ti is csináljátok meg, és kommentben jelezitek mindenféleképpen, hogy ti mennyit tudtok kiütni. A szabály annyi az, hogy 5 percetek van és egy darab gyémántcsákány lehet nálatok, és egy ilyen erdőt kerestek, mint ez, szóval nem a vastag fákat, hanem ezt a nyírfa, a sima tölgyfa erdőt, és ezt szerintem lássunk is hozzá. Én elképesztően izgulok, és én azt mondom nektek, srácok, hogy el is indítom a szállalat ebben a pillanatban. 5 percünk van hátra, és most már nem fogunk egy másodpercet se lazsálni, ugye, mint az előbb mondtam, az a lényeg, hogy 5 perc alatt mennyi darab tölgyfát, vagy akár nyírfát tudunk vágni, szóval most nincs idő a pocsékolásra, egyből sietnünk kell, az, hogy mennyire van szükségünk, hát eddig már van 11 darab tölgyünk, most már 13, ezt azért nem mondom nektek, hogy világrekord, de szerintem azért már egészen jól haladunk. Eddig 26 másodperc telt el, ami azt jelenti azt, hogy nagyon gyorsnak kell lennünk, hiszen ki fogunk fogyni az időből, hiszen nem az lesz a gond szerintem, hogy elkopik nekünk ugye a baltánk, hanem az, hogy kifutunk egyből az időből, szóval nagyon-nagyon gyorsan fáról fára kell haladni. Úristen, ezt nem fogom teljesen kivágni, hiszen ez nagyon nagy és csak bebolondítaná az egész küldetés. Hát 45 másodperc telt el, és van már 33, körülbelül 31 vagy 33, most elnézést, hogy nem tudok pontosan számolni, csak nagyon-nagyon koncentrálok, hogy minél gyorsabbak legyünk. Mindig már a favágás közben a következő fát kell nézni, hogy hova fogunk vándorolni, hogy meglegyen nekünk az a világrekordunk. És srácok, arra kérlek titeket, hogy ti se csaljatok, ugyanezek az eszközök legyenek, és telefonon mondjuk beindítjátok a számlálót, és úgy fogunk végig csinálni, és ugyanígy kell csinálni, mint én, ezt a két fajta fát üthetitek ki, keresetek mondjuk kreatívbe egy ilyen bajot, és utána váltsatok át survivalben. Hát eddig lassan több mint egy stackünk van, és eddig eltelt másfél perc, ami hát fogalmam sincs, hogy ez jónak számít, de szerintem nem annyira nagyon rossz. Eddig folyamatosan vágjuk ki a fákat, amennyire csak lehet, már lassan, hát 2 stacket azért nem mondanék, de lassan megvan már az is, másfél most lesz meg körülbelül a másfél stackünk. Eddig szerintem nagyon-nagyon jó haladunk, kíváncsi, hogy a végén mennyi lesz, 5 perc alatt ugye hányat tudunk majd szerezni. Hát itt vagyunk, és hát 3 perc, mindjárt már 2 perc eltelt, ami azt jelenti, hogy fele időnk még bőven megvan, és szerencsére nem fogyunk ki a fátból eddig, egy kis nyírfát kéne találni, hogy abba is meglegyen a következő stack. Hát bevallom őszintén, én azt szerveztem, hogy egy 5x61-et tudunk szedni, ami hát kicsikét sok, így most már belegondolom, hiszen túl nagyokat vándorolunk, meg fogok úgy vágni, ameddig csak lehet. Olyan 1 perc körül fog szorítani már az idő jobban, hiszen ott kell majd nagyon-nagyon kezdeni el dolgozni, hiszen az problémás lenne, hogyha ott buknánk el az egészet. Jó, fussunk amennyit csak lehet, itt van egy jó sok nyírfa van a közelben, szóval szerencsére meg tudjuk csinálni. 2,5 percünk van, srácok, gondolom ti is nézitek az időt, és szerintem nagyon jól adunk, lassan meg lesz a második 64 stackünk, és én tökre izgulok, hogy az 5 sikerülni fog-e. Hát fele idő letelt, szóval az 5 szerintem nagyon-nagyon nem lesz meg, de azért valljuk be, az elején még csak bemelegítettük a dolgokat, szóval most már azért szerintem 100%-on működik a favágási tudásunk. Hát jól állunk, itt nem szabad ilyenekké szórakozni, hogy visszamegyünk a cuccokért. 64 plusz 32, már van 2,5 stackünk, jó, itt a közelben vannak egymáshoz a fák, szóval nagyon jól haladunk. Úgy még eddig egy almát se kaptunk, azt furcsálom, bár pont nincsen szükségünk rá, már egy csemeténk van, arra ugye semmi szükségünk nincs. Szerintem srácok, a 4x64 az bőven meg lesz, bár azért kicsikért most túlzoztam, hogy bőven, hiszen lassan már csak másfél percünk lesz, de sajt, siessé, ne akadj meg itt, légy szíves a fába, hiszen ezzel is csak megy az idő. Úgy srácok, hogyha tetszik ez a küldetés, vagy úgymond Guinness rekord döntéses kihívás, és szeretnék, hogy másikakat is csináljunk egy másik videóban, akkor arra kérlek titeket, hogy nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, azt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Úristen, én meg csak megfeledkeztem az időről, csak vágom a fát és beszélek, amúgy tök sokat bír ki a baltánk, azt hittem, hogy ettől sokkal kevesebbet fog kibírni, szóval ez tök jó, de most úristen, milyen messzire kell menni, ez ilyen mínusz 3 másodperc körülbelül, arra kéne futnom, ahol nagyon sok fa van, hogyha nem érem el, egyből futok is el onnan. Jaj, ne! Kevesebb mint 1 percünk van, srácok, és már megvan 3x64. Hú, hát itt az 5x64 tuti, hogy nem lesz meg.
nagyon-nagyon kapkodnom kell, kíváncsiak az, hogy hány, kérlek, légy szíves, vágom. Ettől gyorsabban amúgy szerintem nem lehet vágni a fát, mint hogy mit csináljuk. Maximum, hogyha az óriási tölgyeket vágnánk ki, de ugye ez a kihívás lényeg az, hogy ezeket kell ebben az erdőben megcsinálni. Hú, nagyon jól haladunk amúgy szerintem. Reméljük, hogy ezt még meg tudjuk telíteni a 64-et, és mindjárt be is esteledik. 23 másodpercünk van, már csak 20 másodperc, sajt. Kérlek, kapkodj, majd utána tudsz pihenni egész nap, csak most ezeket a fákat még kérlek vágj ki, gyorsan át kell vándorolnom, az a gond, már annyit kivágtunk, hogy most is egy, ne, 10 másodpercünk van, 10, 7, 6, 5, még ezt ki fogom vágni, srácok, 4, 3, 2, 1, és még ez belefér, és letelt az időnk. Hát kiszedtem a számlálót, és azóta egy darab blokkot se ütöttem ki, srácok. Most megnézzük, hogy mennyi sikerült az 5 perc alatt. Hát egyszer 64 megvan, még egyszer 64 megvan, még egyszer 64 megvan, és ezt, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, összejön ugye 57 darab, szóval majdnem 4x64 darab. Összeadtam pontosan, és 246 darab rönköt tudtunk gyűjteni 5 perc alatt, ami szerintem, valljuk be srácok, hogy azért világrekord esélyes, valljuk be, hiszen nem tudom azt, hogy valaki ezt már megdöntötte előtte, és srácok, én arra kérek titeket, hogy döntsétek meg, ti ha tudjátok. Mint tudjátok, a sajtok a legkirályabb banda az egész interneten, szóval ti szerintem még az én rekordomat is képesek vagytok megdönteni. Eléggé sok fát ki tudtunk 5 perc alatt ütni, meg is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15x64 plusz 36 darabot, hát ez nagyon király. És hát srácok, ez a rekordos videó, ennyi lenne, remélem, hogy élveztétek, ha így volt, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha sokatoknak tetszik ez a videó, akkor folytatjuk egy következő kihívással, amire újra kihívlak majd titeket. Hogyha még nem vagy tagja a sajtok király bandájának, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a nagy piros gomb segítségével. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És csekkold a leírás legelső sorát, hogy menő sajtos termékeket tudsz szerezni magatoknak. Na de ez a videó ennyi lenne, a következőben találkozunk. Legyetek jók, sziasztok!